Magda, hová lett az ellenőrző? Anyu kérdez, apu faggat. Ellenőrzőt hová raktad? Ezt kérdezik napok óta. Unalmas már ez a strófa. Nem találom, mondtam bátran. Ott maradt az iskolában. Vagy a padban felejtettem. Vagy útközben elvesztettem. Vagy a cica vihette el. Próbálkoztam újabb trükkel. Tegnap bebújt a táskámba, mérges is lettem csodára. A lábammal dobbantottam, ki is ugrott onnan nyomban. Ellenőrzőm csak elvitte, ennye vajon hová tette. Így sorolom egyre tovább, keresve a rejtély okát. Anyu hallgat, jaj de ciki, tudja, hogy füllentek neki. A szobába apu lépett, vártam csodálkozó képet. Ellenőrzőm ott volt nála, a szőnyeg alatt megtalálta. Na majd elverem a cicát, beír neked egy szekundát, mondta apu nagy mérgesen, rögtön eltört a mécsesen. Ne verjétek meg a cicát, nem ő adta a szekundát. A tanító nénitől kaptam, mert az órán rosszalkodtam. Apu és az anyu nevet, örülök, hogy jó a szíved. Ne félj, nem bántjuk a cicát, de kijavítsd a szekundát.